Szászhalombattán megrendezett rövidpályás úszó országos bajnokság második napján Szilágyi Liliana, a BHS-e kétszeres ifjúsági olimpiai bajnoka több versenyszámban is érdekelt volt. Az 50 méter pillangó és a 100 méter gyors mellett legjobb számában 200 pillangón is rajtkőre állt. A 200 döntőjébe a legjobb idővel kvalifikálta magát a Honvéd kiválósága, ahol egy jól elkapott rajtnak köszönhetően rögtön a mezőny élére állt. Lilu 29-23-mal fordult 50 méternél, rajta kívül csak Barócsai Petra és Hatházi Dóra tudott 30 másodpercen belüli eredményt úszni. A táv felénél már közel egy testhossznyi, másfél másodperces előnye volt az üldözőkkel szemben, a BHS-e versenyzője láthatóan jól mozgott és nagyon összeszedetten, dinamikusan haladt előre. A tendencia ezek után is folytatódott, Liliana tovább növelte előnyét, ami 150 méternél már 2,5 másodpercre nőtt. Az utolsó 50 méteren sem történtek már meglepetések, így Szilágyi Liliana 2.07.63-as időeredménnyel elsőként csapott célba a 200 méteres női pillangó versenyszámában. Ezzel megszerezve a rövidpályás országos bajnoki címet a BHS-ének, az érdi Barócsai Petra és a kőbányás Berec Blanka előtt. Száz gyorson és 50 pillangón is jól helytállt a Honvéd kiválósága, mindkét versenyszámban negyedik helyezést ért el. Liliana 200 méter eredményhirdetésén Sós Csabától, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányától vehette át a díjat. Én nagyon örülök ennek a sorozat terhelésnek, mert ennyire még nem sikerült jól leúsznom soha egy ilyen. Hát ez egy komolyabb edzésféle volt. Nem igazán készültünk rá a versenyre, viszont ennek ellenére nagyon jól ment mind az 50 pillangó, mind a 200 pillangó és a 100 gyors is, főleg úgy, hogy 10 perc különbség volt a három szem között, úgyhogy nagyon örülök neki.